Itt épp versenyeznek a gyerekek, hogy ki a legügyesebb és leggyorsabb labdavezetésben. Lelkesen vesznek részt az ilyen jellegű feladatokban is, szinte mindegyik gyerkőc nyerni akar. A Bonyhádi Sportcentrum 5 éve rendezi meg nyaranta a napközis táborát, ami mindig nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. 20-25 gyereket foglalkoztatnak ez idő alatt, akiket változatos programokkal kötnek le a szervezők. A diákok lelkesen beszéltek arról, hogy mennyire élvezik ezt a nyári kikapcsolódást. Nagyon jól. A tavaly is nagyon jó volt, meg hát az egész sportában nagyon jó, mert vannak sok sportok, és még lehet sokat játszani, meg lehet élvezni. Eléggé. Először vagyok itt, de attól függetlenül is nagyon tetszik. Sok barátom lett már az első napon, és hát lehet élvezni, nagyon. 3 éve járok, és nagyon jó ez a tábor, a legjobban a foci tetszik, de alapból minden jó, a túra is nagyon jó, a strand is nagyon jó, mert lehet csúszdázni, a mélyvízbe is menni, aki tud úszni. Nagyon jó ez a tábor, élvezhető. Ajánlom mindenkinek, főleg aki szeretne megtanulni focizni, röplabdázni vagy kosarazni. Hétfőtől péntekig tart a tábor, ahol délelőttönként különböző sportágakkal ismertetik meg a gyerekeket. Egy labdarúgással kezdtük hétfőn, és tegnap túrázni voltunk a meccsekben. Nagyon jó volt, igazi túraidő volt, Zengővárkonyról sétáltunk át Óbányára, és még a 7 éves gyerekek is gyakorlatilag teljesítették a 13 kilométeres távot. Ebédeltünk egyet Óbányán, festői környezetben a meccsekben, és jól elfáradtunk, hála Istennek, de nyilván ez is a tábornak a célja, hogy olyan programokat találjunk ki a gyerekeknek, hogy tartalmas legyen. A tábor alatt kosárlabdával, a focival, a röplabdával is ismerkednek a gyerekek. Általában ezek a szakedzések vannak délelőttönként, és a köztes időszakban reggel 8-tól 9-ig, 11-től délig, illetve a délutáni órákban pedig szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Ilyenkor szoktak általában sorversenyeket csinálni, kimennek számháborúzni, felkerülsik a városnak a különböző olyan pontjait, ahol esetleg játszani lehet, és most is érkezett egy labda, és gyakorlatilag nagyon jó, imádom, tök jó, és a gyerekek is hál' Istennek szeretik. Háromszor étkezést tudunk nekik biztosítani, úgyhogy én ezt mindig várom, minden nyáron várom. Általános iskolás alsós gyerekek jönnek hozzánk, de van most is olyan, aki például a hatodikos, hetedikes, ők már tudnak nekünk is segíteni egy kicsit, ilyen ifi vezetőknek is szoktuk őket használni, nem kihasználva őket, de van, aki már visszatérő sportolónk, van, aki már 4-szer, 5-szer volt megalakulásunk óta, 2018 óta minden évben megrendezzük, ugye, valaki már az elejétől kezdve itt van, akkor még kicsi volt, most már nagy, akkor még nem bírta a túrát, most már az élen áll, és gyakorlatilag mint egy túravezető megy előre, és gyűri a kilométereket. A tábor következő turnusa július 25-én indul, ahová szervezők még várják a sportolni, strandolni, túrázni vágyó fiatalokat.